Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban ismét bemutatkoznak a városban működő technikumok. Körbejárjuk a koronavírus szülők és gyerekekre gyakorolt hatását, és szó lesz egy karácsonyi adománygyűjtő akcióról is. Tartsanak velünk! Hétről hétre igyekszünk a 8. osztályos továbbtanulni vágyó fiataloknak bemutatni a városban működő intézményeket. Most a Bugát-Pál Technikum életébe leshetünk be egy kicsit. Milyen panaszodva? Az egykori diák, ma már orvos Cetli Orsolya még 1994-ben végzett, az akkor még egészségügyi szakközépiskolának hívott intézményben. A középiskolás évek után a Semmelweis Egyetem orvosi karán tanult tovább, dolgozott a Szent György Kórház gyermek- és koraszülött osztályán is, ma pedig már iskolaorvosként tevékenykedik. Azóta már két szakvizsgát csináltam, egy gyermekgyógyász szakvizsgát, illetve egy neonatológiai szakvizsgát. Jelenleg most iskolaorvosként dolgozom, és én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten az egészségügy egy szerelem. Én egészen 4 éves korom óta készültem gyermekorvosnak, és végig az iskola alatt is azt éreztem, hogy nagyon-nagyon komoly szakmai tudást szereztem ott, akkor még ápolónőként. Nekem egy fantasztikusan jó, és gyakorlatilag majdnem minden szakmai tárgyat tanító pedagógusom, tanárnőm volt akkor, akinek úgy érzem, hogy nagyon sokat köszönhetek. Nagyon sokat segített későbbi orvosi pályámon is, hogy azért nővérként is volt rálátásom a dolgokra. És én mindenkit búzdítok, és tényleg mindenkinek javaslom, hogyha egy kicsi elhivatottságot is érez ez iránt. Számomra, ami nagyon fontos, és ami nagyon tetszett, az igazából a segítés. Amikor valakinél sikerélmény van, és meggyógyul, és az, amit látok ilyenkor a szülőknél, a gyerekeknél, az azt gondolom, hogy visszaadhatatlan élmény. Magának a nővéri pályának, illetve az orvosi pályának is több olyan szegmense is van, ahol nem feltétlenül kell a napi szinten a vérrel kapcsolatba kerülni. Tehát én azt gondolom, hogy azért mindenki érzi magában azt, hogy képes emberekkel foglalkozni, vagy sem, képes ezen a területen segítséget nyújtani, vagy sem. Annak tehát, aki elhivatott és a gyógyítással szeretne foglalkozni, a legjobb lehetőség a Bugát-Pál Technikumot választani. De nem csak a jövő orvosai, ápolói kerülnek ki innen. A szakmák széles spektrumát kínálja az intézmény a következő tanévben is. Az egészségügyi terület mellett környezetvédelem és vízgazdálkodás ágazatban és pedagógia szakon is indítanak képzéseket. Megváltozott a képzésünk, és az általános ápoló képzés nagyon nagy területet magába foglal. Korábban külön beszélhettünk csecsemő és gyermekápolásról, különböző területeken dolgozó ápolókról. Most az általános ápoló képzésbe beletartozik a csecsemő és gyermekápolás, a házi orvosi praxisban történő működés, illetve a hospice, az időseknek az ápolása, tehát nagyon nagy területet ölel fel, és éppen ezért 6 éves ez a képzés. De technikumi végzettséget kapnak, tehát okleveles ápoló technikusok lesznek, és ezt az általános ápoló képzésünket, ezt a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve valósítjuk majd meg. Az általános ápoló mellett egészségügyi asszisztenseket is képzünk. Az egészségügyi asszisztenseknél is széles a spektrum. Az egészségügyi asszisztensek dolgozhatnak például perioperatív asszisztensként, ugye a műtéteket előkészítendő, illetve a műtétek után is őnekik nagyon fontos szerepük van. Aztán az endoszkópos asszisztenseket is gyakorlatilag, tehát ez is egy válfaja az egészségügyi asszisztensnek, tehát különböző területekre szakosodhat későbbiekben az itt végző tanuló. 5 éves ez a képzésünk, ez az egészségügyi asszisztens. Aztán van még gyakorló ápoló képzésünk. A gyakorló ápolók tulajdonképpen az ápolási feladatokat végzik. Az általános ápoló önállóbb tevékenységet végez, hogyha össze kell a kettőt hasonlítani, a gyakorló ápoló a betegnek a közvetlen ápolásával, ellátásával foglalkozik.
Vannak még mentőápolóink is, ugye ők a mentőállomásokon teljesítenek és állnak hely, tehát azt gondolom nagyon széles a spektrum. A környezetvédelem tekintetében, környezetvédelem, illetve vízgazdálkodás tekintetében is nagyon széles a lehetőség, azt gondolom. Ez a képzésünk is 5 éves, mindkettő. Környezetvédelmi technikusok, illetve vízgazdálkodási technikusok lesznek azok a tanulók, akik ezeket az ágazatokat választják. 10. évfolyam után kell a technikumban ugye ágazati alapvizsgát tenni, majd ezt követően szakosodnak. A környezetvédelmi technikusoknál a szakma irány lehetséges, például a hulladék hasznosító és feldolgozó technikus. Vannak a természet, tehát a természetvédelmi technikusok, ők hát inkább területen vannak kint, és a növényvilágnak a vegetációjával foglalkoznak, és ezeket a területeket járják be, és gondoskodnak róluk. A vízgazdálkodási területen a vízgazdálkodó technikus esetében a területi vízgazdálkodó technikusi szak az, ahol, amire mi képezzük a diákjainkat. Ugye ők itt a vízügyi igazgatóság nagy lehetőséget biztosít, és a Fehérvíz is az elhelyezkedésükre, és nagyon keresettek, tehát biztos szakmát választ az, aki erre a területre jön. Emellett pedagógiát is tanulhatnak a fiatalok, ami 5 éves szakgimnáziumi képzést jelent. A 12. évfolyam után érettségi vizsgát tesznek a diákok, ezt követően van lehetőségük a pedagógiai munkatárs végzettséget megszerezni. A technikumban a 12. év végén előrehozott érettségi vizsgát tesznek a tanulók 3 tantárgyból, majd a szakmai vizsga következik, és egy közismereti tárgyból a 13. év végén vizsgáznak. Minden induló osztályba 30 diákot vesznek fel. Ettől a tanévtől kezdve hozott pontszámmal történik a bekerülés. Szakácsok, pincérek, cukrászok és kereskedők, őket képzik a Deák Ferenc Technikumban. A Tini Tamboltban az iskola igazgatónőjével találkoztunk. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikumának igazgatónőjével, Zelei Eszterrel beszélgettünk. A helyszín a Tini Tambolt, mely az iskola kereskedelmi képzéseiben résztvevőinek számára nyújt gyakorlati lehetőséget. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum megalakult, akkor az első feladatai között azt teljesítette, hogy ezt a tamboltot felújítottuk teljes mértékben, és hát hála Istennek szeptember 19-én volt 4 éve, hogy átadtuk a boltot a tanulók gyerekek felé, és egyedülálló volt ez a projekt, mert ezt a tamboltot ezt nem külső vállalkozókkal, hanem a szakképzési centrumnak, a tagiskoláinak az összefogásával hoztuk ilyen szépre, tehát a Vörösmartis diákok ugyanúgy dolgoztak itt, mint mondjuk az Árpádos gyerekek segítettek, amiben ők tudtak villanyszerelésben és egyéb ilyen dolgokban. És itt jelenleg a kereskedelem ágazatban tanuló gyerekek tölthetik el a csoportos gyakorlatukat, vagy aki nem külső vállalkozóhoz megy, akkor pedig a kötelező üzleti gyakorlatát is itt tölti ebben a tamboltban. Kereskedelmi ágazatban eladó szakmában, illetve a kereskedő szakmában tanulnak jelenleg a tanulók, illetve ugye most már az új képzéseket tekintve a kereskedelmi értékesítő, illetve a kereskedő és webáruházi technikusok is itt tölthetnek gyakorlatot. A gyakorlat ideje változó, a legtöbb diák 2 hetente 4 napot tölt el a tamboltban, ami természetesen nyitva áll a vásárlók előtt. Mindig oktató, illetve az üzletvezető jelenlétében és segítségével végzik a gyakorlatukat. Van egy oktatókabinet, ott történik az elméleti oktatás, illetve az olyan gyakorlati oktatás, amit mondjuk nem a vevőkkel kell rögtön gyakorolniuk. A tanulóknak például csomagolást is ott szoktak gyakorolni. És itt az eladó térben pedig a minden területen dolgozhatnak a gyerekek. Pontosan ez a célja ennek a Tini Tamboltnak, hogy az összes lehetőségbe bevonhassuk a gyerekeket, ami egy kereskedelmi egység működtetése során kialakulhat, mert azért azt is tudjuk, hogy a multik esetében nem mindig kerülnek a gyerekek minden egyes munkafolyamathoz. A Tini Tambolt a mindennapi árucikkek mellett glutén- és laktózmentes termékeket is értékesít. Napsugár az érettségire készül, 2 év múlva fog végezni az iskolában. Őt elsősorban az vonza a kereskedői hivatáshoz, hogy segíthet másoknak. Valaki odajön,
például egy idősebb ember, aki nem találja meg, amit szeretne, és mondjuk tudok neki segíteni, és örülnek, és látom, hogy örülnek, és ez így jó érzéssel tölt el. Szabóné Horváth Adrián kereskedelmi szakoktató különleges vonzalmat érez a csomagolás iránt, számára ez a szakmája kedvenc oldala. Csomagolási versenyen értek el már első helyezést is az iskola diákjai. Én azt élvezem a legjobban, amikor a diákok kiélhetik a kreativitásukat a szakmai gyakorlaton. Mindez a boltban is, hogy itt a tanboltban is, hogy azokat a dolgokat csináljuk, amit ténylegesen majd az életben el fognak végezni. És hát különösen szeretem a csoportos gyakorlatokat, ahol a csomagolás technikáját megmutatjuk a gyerekeknek, és itt aztán tényleg a kreativitás az határtalan. A diákoknak megtanítják az alaptechnikákat, ők beleviszik a kreativitásukat, és csomagolási alkotásokat hoznak létre. A szakoktató szerint az a legfontosabb, hogy örömet szerezzenek. Az iskola saját gyakorlati helye mellett külső helyszíneken is van lehetőség az egyes szakmák gyakorlására. A Deák Technikum mintegy 35 külsős partnerrel áll kapcsolatban, köztük multikkal és kisvállalkozókkal egyaránt. A szakképzői folyamokon mindegyiket kivétel nélkül nagyon jó szakmát tudnak a tanulóink szerezni. Tehát ezek a szakmák, ezek mondhatom, hogy szinte hiány szakmák, tehát minden kereskedelmi egység, illetve minden vendéglátó egység keresi a nálunk oktatott szakmákat. Tehát el tudnak akár itt Fehérváron vagy a vonzás körzetben helyezkedni. Akik érettségit tesznek, vagy az érettség utáni szakmai vizsgát teszik, ők pedig azért egy-egy kisebb vállalkozásnak akár középvezetői is lehetnek. Hát ez az ő képességeiktől, tapasztalatuktól és ugye kitartásuktól is függ. Az iskolában végzett szakemberek igencsak keresettek. A legismertebb volt deákosok közé tartozik Damnicki Balázs, Volenter István és Adamek Balázs, akik a mai napig visszajárnak az iskolába. Vannak olyan partnereink, akikkel évek óta folyamatos az, hogy diákok mennek oda gyakorolni. Azt is tapasztaljuk, hogy a mi partnereink elsősorban a jövő munkaerőit próbálják kinevelni, tehát ha nem elég a gyerekünk, tehát még több gyermek kellene, hogy tudjuk azokat a kívánságokat teljesíteni, hogy a tanulóink, tehát hogy hányan kellenek a munkahelyre. A Deák Ferenc Technikumban a kereskedelmi képzés mellett vendéglátóipari ágazati képzések is várják a diákokat. Ahogy a kereskedelmi oldalon, úgy ebben az ágazatban is kétféle képzési mód közül lehet választani. Itt is ugyanúgy vannak szakképző, illetve technikusi képzéseink. A kettő között az a különbség, hogy a szakképzői folyam az egy 3 éves képzés, ahol szakács, cukrász, és a régi nevén pincér, jelenleg pedig pincér vendégtéri szakember végzettséget szerezhetnek a tanulók, és a 3 éves képzés után pedig 2 éves érettségi felkészítőn maradhatnak a gyerekek. A technikusi képzés az 5 éves képzés, a vendéglátós területen 3 névvel indítjuk el valójában ugyanazt az ágazatot, cukrász szaktechnikus, szakács szaktechnikus és vendégtéri szaktechnikus. Itt kicsit különbözik a kereskedőktől, mert itt mind a 3 osztályban az első 2 évben ugyanazt tanulják a gyerekek. Minden egy, bárhogy hívjuk cukrász szaktechnikusnak vagy szakács szaktechnikusnak, mindenkinek meg kell tanulni egy kicsit főzni, egy kicsit sütni, egy kicsit felszolgálni, meg egy kicsit a turisztikában belelátni. És ebből a 4 területből kell nekik egy ágazati alapvizsgát tenni, és az ágazati alapvizsga után dönthetnek ők valójában, hogy akkor melyik területen folytatják, és melyik lesz a kifutó végleges szakmájuk. És az érettségi után ugye a 13. évfolyamban fogják ezt a technikusi oklevelet, bízom benne, mindannyian megszerezni. A Deák Ferenc Technikum képzései tehát abszolút piacképesek, így hát nem csoda, hogy jelenleg is közel 800 diákja van az iskolának. A honlapon minden szakirány részletei megtalálhatóak, köztük a felnőtt képzés információi is. Bizonytalanság, félelem, stressz, a koronavírus járvány mindannyiunk életét befolyásolja így vagy úgy. A családokban még több szeretetre van szükség, mint eddig. Dorotovics Miréna, szakpszichológus, most tanácsokkal látja el a nézőket. Egy nagyon aktuális témáról beszélgetünk Dorotovics Miléna szakpszichológussal, akit köszöntök a stúdióban. Köszönöm, hogy ismét itt vagy nálunk. Hát most ugye
sajnos vagy nem sajnos, de ez a koronavírus járvány ugye minden napjainkat befolyásolja minden téren, és hát a mai témánk az az lenne, hogy a szülők és gyerekek hogyan viszonyulnak ehhez a dologhoz. Ugye most ismét a diákoknak a nagy része állt át a digitális oktatásra, és hát ez újabb kihívások elé állítja a szülőket és a fiatalokat egyaránt. Hát igen, nem egyszerű most a helyzet senkinek. A koronavírus az egy olyan stresszfaktor az emberek életében most sajnos, ami egy külső stresszfaktor, tehát nem magunk idézzük elő, hanem egy külső befolyásolhatatlan, nehezen lehet alkalmazkodni hozzá. Egy világjárvány. És nem csak a gyerekek, hanem a szülőket is érinti, a felnőtteket is. Minden stressz egy, ugye evolúcióból hozzuk, egy ilyen általános feszültségállapotba rak minket, az idegrendszerünket, és hát beállít minket egy olyan védekező, illetve támadó álláspontra a szervezetünk, hogy megpróbáljunk ezzel a stresszel megküzdeni. Itt a koronavírusban ez elég nehéz, mert hát egy bizonytalanságérzet van bennünk. Azért van bennünk bizonytalanságérzet, mert nem tudjuk befolyásolni, hirtelen jött, nincsenek rá kialakult megküzdési módjaink. Illetve maga a probléma való megküzdés, ez nem a probléma megoldásában gyökerezzik, hanem azt, hogy elfogadjuk azt, hogy ez most a helyzet. Nehéz ez most, mert olyan társadalomban élünk, ami kiszámítható, ami tervezhető, ami bejósolható, amit mi irányítunk. Elmúlt már ez az időszak, amikor nekünk alkalmazkodnunk kellett, úgymond mondjuk a természethez, hogy csak idény zöldségeket fogyasztunk, most már ugye bármikor bármit megkapunk a boltba. Már ha van a boltok polcain. Hát ha van a boltok polcain, de akkor fel is háborodunk. Ha nem olyan volt a szezon, ha nem volt elég eső és nem volt elég eper, akkor fel is háborodunk. Igen, nehéz, mert hogy mi irányítunk, olyan életet élünk, amiben könnyen tudjuk irányítani az életünket, és hogyha ez meginog, úgymond, egy külső tényező hatására, akkor hát kétségbe esünk. Valaki passzivitással, valaki aktivitással reagál, tehát ez a szervezetben ugye ez a menekülök vagy küzdök, és hát ami egy ösztönös, egy természetes folyamat, hogy így reagálunk, csak amikor ez fönnmarad, mondjuk valakinél egy ilyen nagyon tagadó, kritizáló, hárító mechanizmus, vagy akár a szorongás, tehát aki túlzott félelem, és az a bizonytalanság érzet uralkodik rajta, akkor nyilván ez a szervezetnek sem jó. Tehát az ellenálló képessége a szervezetnek csökken, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy betegséget kap el. Ez most csak betegségekre vonatkozik, vagy egyébként más pszichés problémákra is? Hát nyilván más pszichés problémákra is, tehát a pszichés kapacitásunk is csökken. Nem tudunk már úgy a mindennapokba helytállni. És ezért van az, hogy a szülők is, tehát a szülőknek a legfontosabb feladata a gyerek számára, ugye a biztonságérzet megadása. Ez az alapvető dolog. Hogyha a gyerek érzi, hogy biztonságban van, tudja, hogy kiszámítható körülötte a helyzet, szeretik, hisznek benne, bíznak benne, akkor ki tudja a képességeit és a személyiségét bontakoztatni. Na most, hogyha a szülő is megvan már ebben egy kicsit inoktatva ebben a bizonytalanságérzettel, akkor nem tudja ezt olyan hitelesen a gyerek felé képviselni, és ezért van az, hogy most a koronavírusban így kicsit megbomlanak a családi pszichés terheltség hatására a dolgok. A szülőnek rengeteg dolga van. Tehát az érzelmi stabilitás, amit a gyermek felé kell mutatnia, mellett ugye a digitális oktatással, hirtelen otthon teremteni kell 3-4 laptopot, hogy mindenkinek elég legyen, hirtelen érteni kell az informatikához. Ugyanúgy, tanárnak is kell lenni. Tanárnak is kell lenni, igen. Úgyhogy egyszerre sok hárul a szülőkre, ami nyilván nehéz. Olyan szempontból jó, hogy egy kicsit beleláttak a szülők a pedagógusok munkájába, és kicsit elismerhetik azt, hogy a pedagógusok mennyi mindent tesznek a gyermekeinkért. És akkor mi lenne a helyes hozzáállás? Most ugye megint az van, hogy bizonytalan ideig tart ez a digitális oktatás. Ugye a kisgyerekesek, az általános iskolások, illetve óvodás gyermekek szülei, hát így teszik össze a kezüket és imádkoznak, hogy velük ugyanez ne forduljon elő. Tehát, hogy már eleve akik előtt még esetleg ez ott áll, azok is izgulnak, de akik mondjuk benne vannak, azok mit tudnak tenni azért, hogy mondjuk elfogadják ezt a helyzetet, és hát ameddig kell, addig úgy csinálják, hogy ne sérüljön benne senki?
Hát nagyon fontos, hogy a megszokott ritmus a család életébe megmaradjon, akkor is, ha esetleg arra kényszerülnek, hogy otthon kell lenni. Tehát, hogy a napirend az nagyon fontos. A napirendnek az időstruktúrálása az a gyerekeknek nagyon nehéz. Ezért vannak a szülők, a felnőttek. Ez főleg serdülőknél, tehát a felső tagozatban, gimnázium digitális oktatásánál nehéz. Kicsúszik az idő a kezéből, alul motivált lesz, ugye emlékezete, figyelme beszűkül. Tehát, hogy ezekbe kell segíteni a szülőnek a gyereket, hogy az idejét egy kicsit struktúrálni. Ebbe tudja segíteni. El kell mondani nyilván a koronavírusnak a világon való megjelenését, annak következményeit, nyilván pozitív következményeit meg kell erősíteni. Be kell vonni a gyereket a megelőzésbe, hogy miért kell maszkot húzni, miért kell kezet mosni, hogy ő is magáénak érezze, és ő is tudja, hogy ez miért fontos. De nyilván, ha óvodáskorú, akkor az ő életkori nyelvezetének megfelelően. Se nem bagatelizálva, se nem felnagyítva a járványt, de tájékoztatni kell a gyerekeket, megértik. Mondjuk, hogyha a saját gyermekeim példájából indulok ki, nekem már jött a kérdés a kisebbiktől 8 évesen, hogy miért a mi korunkban, miért a mi életünkben kell ezt átélni. És tényleg olyan furcsa volt itt tőle ezt hallani, mert hogy ha belegondolunk, mondjuk a mi gyermekkorunkban azért nem voltak ilyen fenyegető külső hatások, ami úgy megváltoztatta az életünket, hogy hirtelen nem tudtunk mihez kezdeni, úgyhogy én náluk látom a sajátjaimon például, hogy meddig tart még ez, folyamatosan ezt kérdezik, mikor lesz már vége, anya mondjál valamit, de hát nem tudunk biztosat mondani mi sem, hogy hogyan tudjuk őket esetleg úgy lelkileg támogatni, hogy egy kicsit a bizonytalanságban mégis valami biztos pontot adjunk. Igen, nehéz, mert se háború, se járvány nem volt nekünk már elég régóta, illetve a háborúkat is csak tévéből, a messzi földről látjuk, és az ugye nem olyan közeli, és azt nem érezzük magunkénak. Úgyhogy jogos a kérdése a kislányodnak, hogy miért most és miért velünk. Hát ezt is meg kell tanulnunk. Nyilván egyéni szinten is, meg közösségi szinten is. Valószínű föl fog értékelődni a közösségnek a szerepe ezek után, hogy a kollektív felelősség és a egymásnak a segítése, támogatása az erősödni fog által, tehát azért jó hozadéka is lesz ennek a világjárványnak. Hát amivel tudjuk segíteni, az az, hogy ugyanúgy meghallgatjuk őket, és az ő nyelvezetükön válaszolunk nekik, őszintén és hitelesen, ez nagyon fontos, és ugyanúgy elvárjuk azokat a dolgokat tőlük, amit eddig. Mert hogyha megérzi a bizonytalanságot, a meginogást a szülőnél, akkor ő is bizonytalan lesz. Tehát az a fontos, hogy ők érezzék azt, hogy mi stabilak vagyunk, és mi meg tudunk küzdeni ezzel a problémával, és akkor ők is meg fognak tudni küzdeni vele. A szülő az úgy tud stabil maradni, hogy kialakít magába a vírussal kapcsolatban, a járvánnyal kapcsolatban, mind érzelmileg, mind kognitíve, tehát gondolati szinten egy magyarázó elvet. Ez fontos, hogy ne vesszen el, és megpróbálja helyén kezelni. Tehát amit nem tudok megoldani, azt nem tudom megoldani. A prevencióban nyilván a megelőzésben részt tudok venni, abban tudatosan viselkedik, a szabályokat betartja, de a családi értékrendeket, a saját munkáját, a saját életét és a céljait, azt ugyanúgy fenntartja. Lehet, hogy néha csak digitális formában tudja fenntartani, de fent kell tartani. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél és beszélgethettünk erről. Reméljük, hogy legközelebb nem ilyen jellegű témáról fogunk beszélgetni. Reméljük. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A Katolikus Karitász adománygyűjtő akciója november 21-én kezdődött. A segélyprogram egészen karácsonyig tart, és többféle módon lehet hozzá csatlakozni. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan minden évben országos gyűjtést rendeznek a szegények javára a katolikus templomokban. A templomi gyűjtést az egyházi karitatív munka céljaira használják fel. Ezen a napon Árpádházi Szent Erzsébetnek a Katolikus Karitász védőszentjének oltalmába ajánlják a karitatív szolgálat minden önkéntes segítőjét és jó szándékú támogatóját. Az idei gyűjtés november 22-én tartják. Szent Erzsébetre minden magyar nagyon büszke lehet, hiszen szentjeink közül ő az, akit a világon minden részén ismernek. Méghozzá azért ismerik, mert ő a jótékonyságnak, a karitásznak a védőszentje. A 13. században élt ő, és bár királylány volt, és egy német fejedelemnek a felesége, mes és gazdagság tulajdonosa, ő valójában mindenét szétosztotta a szegények között. Szép nagy karácsonyt ünnepeljük a szobában. Alatta ott lesz a sok ajándék.
kisgyermekek játékával indult a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű adománygyűjtő akció 4 évvel ezelőtt Székesfehérváron. A katolikus Caritas idén is megszervezi adománygyűjtő akcióit, de közös gyertyagyújtás nem lesz. Az 1 millió csillag a szegényekért szolidaritási akció december 6-a és 13-a között idén internetes videókkal hívja fel a figyelmet a nehézsorsú családok helyzetére egy országos virtuális gyertyagyújtás keretében. Próbálunk különböző videó lehetőségekkel élve valamiféle ajándékot adni, valamiféle módon fölhívni, meghívni az embereket arra, hogy gyújtsunk fényt a mi szívünkbe, gyújtsunk fényt a másik ember lelkébe, hogy a szeretet fényével ragyogjuk be ezt az időszakot, a szeretet fénye ragyogja be és töltse be az emberek életét. A november 21-én kezdődő adománygyűjtő sorozat egészen karácsonyig tart. Az akció keretében számos olyan program zajlik, amely a járvány idején is megvalósítható. Sajnos segíteni mindig kell. Jézus azt mondja, a szegények mindig lesznek veletek, és ez igaz is. Mindig találhat az ember olyan embertársat, aki rászorul az én szeretetemre, és én mindig találhatok a zsebembe, találhatok az életemben olyan értéket, amivel tudok másnak segíteni. Sok helyen osztanak ebben az időszakban előre csomagolt melegételt, gyűjtenek tűzifát és tartós élelmiszert. Az angyalbatyú akcióban pedig gyermekeknek lehet ajándékcsomagot összeállítani. A gyerekeknek hozunk így összegyűjtött ajándékokból olyan meglepetést, ami az ő kis szívüknek örömet szerez és az ünnepet szépé tudja tenni. Erről is egy külön honlap, a angyalbatyu.hu az, ami tájékoztatást ad, és aki ebbe be szeretne szállni, az itt minden információt megtalál. A családok, idősek és egyedülállók támogatása a fő célja a katolikus Caritasnak. A 1356-os adományvonalon 500 forinttal lehet támogatni a katolikus Caritast. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!